kb. 6 éve kezdtem el ugye elkészülni a 200 pillére, úgy milyen hosszú idő, így belegondolva. És akkoriban ugye egészen addig én a hosszú táv 800 gyors volt nekem addig a főszámom leginkább, és igazából csak így annyit éreztem, hogy picit kezdtem belefásulni, és elkezdtük az edzéseket picit átvariálni, elkezdtem több vegyest úszni edzéseken, meg pillangót, és akkor igazából a pillangó így elkezdett egész jól menni, már az edzéseken is, elkezdtem versenyeken is egyre többször bevállalni a 200 pillét, és azt láttuk, hogy van értelme egy picit úgy arra tenni a fókusz, de még nem vettük le ugye a gyorsról sokáig, és akkor elindultam egy EB-n, ugye 2018-ban, amit megnyertem, az egy tök jó jár volt, hogy akkor lehet, hogy jó úton haladunk. Ugye a rákövetkező évre pedig a VB-t is, úgyhogy onnantól pedig már úgy eléggé egyértelmű volt, hogy akkor ez onnantól a főszámom. Gyorsúszóként indult, az 1500-ról 800-400 gyorson át váltott a kettő pillangóra. Ugye a 17-es év volt az számára, ami vízválasztó volt, amikor szeretett váltani a kettő pillangóra. És gyakorlatilag ugye itt Európa-bajnok volt, világbajnok volt, olimpia negyedik volt, tehát mindenképpen ez a szám kötődött nagyon hozzá az utóbbi időben. Viszont ezek kívül 400 versenyt szerettük volna megúszni, ott egy picit kisebb betegség bejött az edzőtáborba, én ennek tudom, hogy nem sikerült, de azt gondolom, hogy nem vagyunk elégetlenek. Mennyire jelentett terhet, Bogi, ha egyáltalán terhet jelentett, hogy viszonylag későn lett meg az A-szint és az indulás? Ez biztos, hogy egy nagyon nagy kő esett le a szívemről, meg teher a vállamról, amikor végre sikerült megúsztam a szintet, és azt is érzem, hogy igazából nekem ez volt ugye idén a fő célom valahol, hogy kijussak az olimpiára, mert ez nagyon nehéz volt, nagyon nehéz volt megúsztam a szintet, és éreztem azt, hogy ezt most sokkal jobban tudom értékelni, mint az előző négyet. Tehát, hogy most úgy azt érzem, hogy igazán nagy dolog egy olimpiára kijutni. Ezt most meg tudtam élni, és emiatt is került rólam a teher, azt gondolom, mert ugye sikerült megcsinálnom ezt, amit elterveztem. Ez volt a legnagyobb feladatom szerintem, és az, hogy kint vagyok ott pedig, amit elérek, az már mindegy ajándék. És azt érzem egyébként, hogy egész jó formában vagyok, és valószínűleg ennek köszönhetően, mert eddig is itt volt bennem a lehetősége annak, hogy jó formába kerüljek, csak ez a görcs egy kicsit hátráltatott, és ahogy ugye ez a görcs meg ez a teher lekerült, azt érzem, mintha tényleg egy súlyt vettek volna le rólam, és megyek, és sokkal könnyedébben megyek, azt érzem így az edzéseken, úgyhogy bízom benne, hogy ez majd az olimpián is látszódni fog. Balázs, mióta dolgoztok együtt, és hogy milyen hangulatban telik a közös munka Bogival? 2016 óta dolgozunk együtt, alapvetően jó hangulatban, de a Bogival könnyű együtt dolgozni, mert nagyon megkönnyít az edzőmunkát abban a tekintetben, hogy nagyon jó visszajelzéseket ad arról, hogy éppen hol tart. Én azt gondolom, hogy a közös munka felnőtt versenyzőkkel azon múlik, hogy milyen kapcsolatban vannak, és ez nagyon fontos, hogy segíteni tudja az edzőt egy olyan versenyző, aki profi módon érzi azt, hogy mennyi munkára van szüksége, és ugye Bogi az már ugye, gyakorlatilag összecsiszolódtunk, de a mai napig is sokban segít a munkámba. Régóta eredményes, rutinos úszóról beszélünk, hogyha Bogiról van szó. Szerinted mi a legnagyobb erénye, vagy melyik az a képessége, ami őt idáig repítette? Mindenképpen a szorgalom, az alázat, ami nagyon jellemző rá, és amit az előbb is említettem, nagyon jó visszajelzéseket tud adni, tehát mindig a pillanatnyi állapotáról, a pillanatnyi formájáról pedig ez a mindennapokban nagyon fontos, hogy sem alá, sem fölé ne lőjünk a terhelésbe, és főleg ilyenkor a formálózás időszakában nagyon fontos. Ezekből nagyon-nagyon precíz, és jól érzi azt, hogy mire képes. Gondolom a formai időzítés az, ami ilyenkor zajlik néhány nappal a verseny előtt. Milyen munkát végez ilyenkor egy úszó az olimpia előtt ennyivel? Igen, hát körülbelül egy ilyen 2-3 héttel a fő versenyszám előtt, ez nem feltétlenül az olimpia, mindig az adott évben az adott főverseny előtt, kb. 3 héttel kezdünk el visszavenni a méterszámból, szép fokozatosan, és ugye körülbelül mondjuk 6-7 kilométert úszunk egy átlagos edzésen, és ilyenkor pedig inkább mások 4-et körülbelül. És itt az intenzitást viszont fokozatosan növeljük, így kerülünk szép lassan csúcsformába, hogy a méterszám rövidül, az intenzitás viszont emelkedik, és így lesz egyszer csak remélhetően csúcsforma. Mit vársz most úgy az olimpiától, a falu hangulatától, Párizstól, hogy kimondottan biztos, hogy ez a búcsú év?
Igen, nagyon érdekes, ugye így, hát ez az egész éve milyen nagyon hullámzó volt érzelmileg, bár nem is csak ez az év, már igazából az előző is, amikor mindig erre gondoltam, hogy valamikor tavaly, hogy majd jövőre abba hagyom, akkor nagyon sokszor elsírtam magam, idén is mondanom sem kell, hogy nagyon sokszor elsírtam magam azon, amikor így ebbe így mélyebben belegondoltam. De az a jó, hogy szerintem pont amiatt, mert már tavaly elkezdtem ezt a folyamatot, ezt a felkészülést, és ezt a ráhangolódást, meg a gyász folyamatot is tulajdonképpen. Ezzel azt érzem, hogy már úgy egész jól tudom kezelni azt, amikor mondjuk rám tör egy ilyen depresszív, nem tudom, pár perc vagy pár óra, amikor úgy azt érzem, hogy nem akarom abba hagyni az úszást, hogy vissza akarok menni a 6 éves koromba és előre kezdeni az egészet. Mert hát ez szerintem normális, és vagy egyébként én nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam amiatt, hogy így érzek. Mert szerintem ez egy nagyon jó dolog, ez azt mutatja, hogy valóban nagyon szerettem azt, amit csináltam az elmúlt negyed évszázadban. És erre nagyon büszke is vagyok, és nagyon boldog is vagyok, úgyhogy mondom, ez egy ilyen keserédes, hogy így legszívesebben visszamennék az időben, és előre kezdeném, de közben meg nagyon izgalmasnak tartom azt az időszakot is, ami vár rám. Úgyhogy most így a kettő között vagyok. Mennyit változtat az a szezonotokon, hogy ő kimondottan idén évvégén befejezi a pályafutását? Hát abban a tekintetben nagyon nehéz ezt megfogalmazni, mert visszautalnék a szintidő megúszásra. A szintidő megúszás az mindenképpen megnyugtatta, mert az egy kicsi stressz volt rajta. De abban a tekintetben, hogy tudja, hogy az utolsó nagy versenyen ez nagyon várja és nagyon motivált, és nincs rajta olyan teher, mint mondjuk a szintúszás előtt volt. Tehát abszolút jó hangulatba terik, és tényleg motiváltam. Mivel lennél, vagy lennétek elégedettek Bogi esetében? Hát a döntőbe jutással mindenképpen, hiszen az utolsó olimpiára ezt tűztek itt célul, ami nem olyan könnyű feladat, hiszen nagyon-nagyon közel kell úszni a legjobbjához. A legtöbb 200 számra az a jellemző, hogy van 2-3 kiemelkedő versenyző, és kb. 8-10 olyan versenyző, akinek van esélye bejutni a 8-ba. Kifejezetten az a versenyző, aki a stresszt a maga javára tudja fordítani az éres helyzetekben, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok. És figyelj, végezetül, hogy 5. olimpiára készülő sportoló, mit válaszol arra a kérdésre, hogy mennyit köszönhetsz az Újpestnek, az Egyesületednek, hogy ez összejöhetett? Hát én azt gondolom, hogy életem legjobb döntése volt, amikor úgy döntöttem, hogy ide igazolok. Azóta kezdett el a pályafutáson felfelé ívelni egyértelműen, és hát nyilván Balázsnak nem is tudom kifejezni, hogy mennyire hálás vagyok, hogy vele egymásra találtunk, hogy ő lehetett az edzőm most az elmúlt 8 évben már, ugye, és hát nem is tudom, tényleg nehéz szavakat találni erre, mert gyakorlatilag mindent ennek az egyesületnek és Balázsnak köszönhetek, amit minden szép eredményemet. És lesz Kapás Bogiból UTE edző? Azt nem tudom, de szeretnék majd egy kis hát úszósulit mondjuk, vagy ilyesmit, és még az is lehet, hogy lesz valami közöm így későbbiekben is az Újpesthez.